Szevasztok! Sziasztok! Ott folytatjuk, ahol abba előző hagytuk. héten abba hagytuk, és ígértük, hogy folytatjuk, tehát továbbra is letszalagok a témakör. Viszont, Viszont a méretezett fogunk foglalkozni? A.k.a. professzionális ledszalagok. Hát, Tőle tanultam igen, ezt. Valami olyasmi, igen, 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 igen. Na, lássuk, miről is beszélünk. Így, így, a próvonal. A profi alatt mit értünk? A profi alatt azt értem, hogy ezek nem ilyen csörömpőjé már, nem, olyan, nem ilyen hanem tulajdonképpen azoknak való termékek, akik tudják, mit akarnak pontosan. Az értem ez alatt, hogy van nekik mondjuk 7,2 méternyi lépcső korlátjuk, aminek az aljába lett akarnak varázsolni. Hát vagy konyhabútor például. Vagy konyhabútor munkafény jó pár ezer lumen szeretnének két méteren, mert nekik a hús felvágásához pontosan hidegfehér fény kell. Tegnap vágtam szét az ujjamat, <laughs> <laughs> úgyhogy de tényleg viccen kívül, hogy megcsúszott a kés a paradicsom paprikád, úgyhogy nekem lehet, hogy erősítenem kell. <laughs> szóval a lényeg az az, hogy az egyik út, az egyszerű út, az az, hogy veszünk egy ilyen pakkot, mint amiket az előbb boncolgattunk, és akkor abból megoldjuk a problematikát. De a profi vonal az az, amikor van egy adott méterünk, meg van egy fényigényünk, és akkor ehhez keresünk termékeket. Uh -huh. Egyrészt kiválaszthatjuk, hogy akkor most 7 méterünk van, 5 méterünk van, 18 méterünk van, vagy éppen hány, mert egy nappali körbe lehet 18, de akár több méter is. És itt jönnek a gondok, mert ezek a szalagok méterenként lehetnek, amiket ugye a világítás technikai boltokból megtalálunk, lehetnek méterenként 9 wattosak. 15 wattosak, 24 wattosak, és akkor itt gyorsan lehet matekozni. Hogyha mondjuk szeretnék egy 10 méteres ledszalagot, 24 wattos ledszalaggal, per méter, uh -huh. az 240 watt. Értelemszerűen 240 wattos tápegység az nem az a kategória, amit az előbb itt láttatok, az a kis egyszerű műanyag bedugós történet. Tehát itt azért már profi hozzáállás kell, meg, meg, meg méretezni kell lényegében az egészet. És itt jönnek be ezek a termékek. Mert egyrészt ugye úgy indul az egész ö, ö, személyre szabott LED szalag beépítés, hogy megvan a hosszunk, kiválasztjuk a funkciót, tehát hogy hány fehér színt szeretnénk bele, mondjuk egyet vagy kettőt, vagy csak fehéret szeretnénk, vagy CCT-t szeretnénk, vagy RGB-t, vagy mit szeretnénk, abból kiválasztunk egy adott szalagot, és utána jön az, hogy akkor ez a 7,2 méterhez kiszámoljuk, hogy hány wattos maximális fogyasztása lesz a szalagunknak. Meg kell vizsgáljuk, hogy az adott vezérlő le tudja kezelni önmagában, vagy úgynevezett ilyen hosszabbító extender tápegységekre van szükség, amit külön betáplálunk, és van egy bemenetjük, meg egy kimenetjük, és amit kapnak a ledszalag végén, mondjuk egy 5 méteres szakasz végén, azt ők új betáplálásként továbbadják. Több megoldás létezik, érdemes világítás szakértőkkel konzultálni, hogy ez pontosan megértsük, hogy mi hogy működik, de van olyan megoldás is, hogy egy 10 méteres szalagot mondjuk két oldalról táplálunk be, a két végéről, és akkor az megint tulajdonképpen megoldja azt a problematikát, mit is? Azt, hogy a LED szalagon, a hosszú LED szalagon, amik ugye nagyon-nagyon vékony ö, nyák lemezek lényegében, vagy hogy fogalmazok, nagyon vékony nyomtatott áramkörök a LED szalagok, ezeken feszültséges és megy végbe. Tehát amikor bele táplálunk 12 voltot az egyik végén, az első LED diódán megvan a 12 voltunk, az utolsó LED diódán Ohm um törvénye alapján kevesebb lesz a feszültség. És ez akkor okoz problémát, amikor már láthatóan különbözik a, a ledszalag végén, meg az elején a fényerőnk a feszültségesésből adódóan. És ezért kell, van egy ilyen ökölszabály, hogy a klasszikus ledszalagokat 5 méterenként kell betáplálni. Tehát egy 18 méteres szalagot komoly villenszerelői munkával 5 méterenként az a 3-4-5-es, es 6 -eres kábelünket el kell vinni és 5 méterenként betáplálni. Vagy az előbb említett két oldalról táplálunk meg ö, egy hosszabb szakaszt, ez is opció. Vannak még egyébként speciális led amik meg kifejezetten úgynevezett long run, vagy maraton, vagy egyéb marketing megnevezéssel vannak megáldva, amik külön feszültségszabályozó diódát kaptak minden egyes led dióda elé, ezért kompenzálják a csökkenő feszültséget, ebből adódóan ilyen 18-20 5 méterig is lehet őket használni egy szakaszban, viszont itt bejön az a korlátozás, hogy ezek meg jellemzően egyszínűek. Tehát itt meg nem tudunk játszani a hideg melegfehérrel vagy úgy, hogy beteszünk egy hideg meg egy meleg és bonyolítjuk az életünket. Szóval nagyon sok aspektusa van a letszalag tervezésnek, mindenképp forduljatok szakemberhez, vagy, vagy nagyon jól olvashatok utána. De a lényeg, hogy ha úgy akarunk okosítani, hogy ez a mi irányunk, this is the way, mondja a Mandalorian, akkor választhatunk különböző LED vezérlőket. És egyébként itt jön be az a lényeg, hogy most 12 vagy 24 volton indítjuk ezt a LED szalagot, mm -hmm. mert ugye a 24-en is keresztül megy a feszültség, de nem lesz annyira jelentős, mert százalékosan kevesebb esik egyszerűen belőle. Ott is természetesen az 5, 5 méterenkénti betáplálás lényeges, de ha választunk egy ilyen ledszalag vezérőt, ami azért egy elég unikális termék a piacon, mert ez konfigurálható, mielőtt a rendszerhez hozzáadjuk, egyébként Zigbee is, egyébként Philips Hue, egyébként nagyon sok minden kompatibilis, tehát sok zigbee megoldással, a Homival is, többek között smarting is működik, de a lényeg az az, hogy vannak rajta úgynevezett deep switchek, aminek itt látjuk a beállításait, ami előre, ha ezeket a deep switcheket beállítjuk, akkor egy sima egy csatornás lett vezérlővé alakíthatjuk őket, amivel meg tudjuk azt csinálni, hogy mondjuk, hogy is van, 4 amper per csatornát tud, ami azt teszi lehetővé, hogy mondjuk 10 wattos LED mondjuk közel 4 métert meghajtsunk vele egy csatornán, ami azt jelenti, hogy 1, 2, 3, 4, 5 ször 4 métert rá tudunk kötni, mm -hmm. és egy dimmelt csatornaként fogjuk mi az okos otthon rendszerünkben ezt megtalálni, ezt a vezérlőt, és egy táp bemenet szükségeltetik hozzá, aminek maximálisan 96 wattot tudunk adni. Hogyha mi ebből szeretnénk egy CCT vezérlőt varázsolni, akkor mielőtt hozzáadjuk a rendszerhez, beállítjuk CCT megoldásban, és itt jelöli is az ábra nekünk, hogy két CCT, egy hideg-meleg-fehér, vagy, bocsánat, egy melegfehér, egy hidegfehér, egy melegfehér, egy hidegfehér kimenetünk lesz, tehát két ö, mondjuk négy méteres szakaszt tudunk vele meghajtani, teljesítmény fokoz, vagy teljesítmény hosszabbító nélkül, vagy hogy is nevezik, extender nélkül. Hogyha mi szeretnénk rgb t csinálni belőle, akkor ennek megfelelően állítjuk be, ha RGB t, -t, -t akkor meg annak megfelelően, és még mindig egy termékről beszélünk, Na, ami... Jólin van minden... Wander csoda. Igen, ez egy Jólin csoma, csoda, és ebből van egy erősebb verzió, ami pedig a nagy tesó. Azonos funkcionalitás teljes egészében, csak a teljesítménye különbözik. Ez 8 ampert tud per csatorna, tehát 192 kW-ig tudjuk terhelni 24 voltos betáp esetén, de látható, hogy azért profi vonalon, amikor elmegyünk a DALI meg egyéb megoldásoknakhoz, akkor ez 48 voltos lett szalagot, vagy esetleg leg, lett panelt is meg tudna hajtani. Nem nagyon találkoztam ilyet, ilyennel a magyar piacon, de biztos, hogy létezik, hogyha ez a LED vezérlő képes rá, azzal ö, szintén el tudna bánni. Egyébként azonos a felhozatal, ezeken a csatlakozókon a, a ezeken a deep switch beállított funkcionalitás fog majd megérkezni, és ez a LED vezérlő úgy fogja magát kommunikálni a mi központunknak, ahogy mi azt beállítottuk, hogy annyi csatornája van. Ez Zigbee vonalon. A Kubinónak a terméke, az ugyanez Pepitában, csak egy kis funkcionalitás többlettel. Mert hogy... Ennek a terméknek ugyanúgy 12-24 voltal tudjuk betáplálni, ugyanúgy van egy emlékeim szerint 300-valahány watt körüli max kimenő teljesítménye, amihez ugye tudjuk méretezni a lecsalogot. hogyha valaki ebből akar építkezni, akkor az nézze meg a manuált, hogy hogy lehet terhelni. De ennek a lecsalogvezérlőnek, ami méretét tekintve viszont már egy 65-ös dobozba behezzerelhető kapcsoló mögé, Kapcsoló mögé, nagyon fontos. Az előző letszalagvezérőnek nem volt kapcsoló menete. Tehát az valamilyen hangulat fényként van kitalálva, hogy mi azt valahova beszereljük, mögé akárhova, de nem fogjuk manuálisan fizikailag uh -huh. kapcsolni, hanem vagy hozzárendelünk valamilyen LED ledvezérlőt vagy automatizmust, uh -huh. vagy hangvezéreljük, bármit is lehet. Viszont ez a vezérlő, ami szívő alapú, annak van négy darab kapcsoló bemenete. Tehát erre rá tudunk rakni akár két dupla kapcsolót is. Utána a csatornákat azzal vezérelhetjük manuálisan. Na, hogy fontos, hogy hagyományos értelemben vett fizikai kapcsolódás. Így van. Egy sima nyomót kell rá kötni, vagy kettőt, vagy hármat, amennyi funkciót szeretnénk belőle kihozni, és ezzel tudunk így is játszani. Viszont ez fix, sajnos, ez nem tud CCT vezérlőként mm -hmm. feljönni a rendszerünkben, RGB-CCT-nek aztán meg pláne nem, ez csak rgb t tud, tehát ez egy ilyen befixált funkcionalitású ö, modul tulajdonképpen. Hm. Oké. Okay. Ez is kompatibilis egyébként, mivel hogy z és ugye ez egy szabvány, és eléggé le van definiálva, hogy mégis hogyan működjön az z ebből adódóan ez kompatibilis a fibaro kompatibilis a homey természetesen kompatibilis a, a, az egyéb SmartThings és egyéb központokkal is, amik z fel vannak készítve. És hát ugye a Homey-val is tökéletesen együttműködik. Így, így. Na, no, ez egy elég átfogó adás volt próbáltam uh, beletenni, amit lehet, és elnézést kérek azoktól a világítás technikával foglalkozó szakemberektől, akik ennél sokkal jobb szakszavakat tudnak megfelelő helyen használni. Uh, izgalommal várjuk az ilyen jellegű YouTube tartalmakat, és a <laughs> meg a kommenteket mindenki <laughs> a szekcióban. <laughs> Biztos valamit félremondtam, ezért már most elnézéseket kérek, de hát gondolom hallottátok a csengőből, meg a Kemenes Laci által odaírt feliratokból, hogy ez bizony Korrekcióra szorult, ilyen minden részben majdnem. Csak van. Vagy abba fussunk bele azt, hogy nem, és akkor itt utoljára <laughs> semmi az előző, nem tudom, 30 percben körülbelül. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk és hallgattatok bennünket. Kérlek szépen, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, nyomjatok csengő gombot, hogy kapjatok értesítést a friss tartalmakról kövessetek minket podcast formában is, hiszen ugye ez az egész csatorna nem jöhetett volna létre, hogyha nincs az elmúlt egy évben már dübörgő, működő és közkedvelt podcast csatornánk. Egy, egy dolog jutott eszembe, amit nem mondtam és ez a ráadás, no. hogy ha letszalagot méretezünk, akkor a szakirodalom azt mondja, hogy minimum 10%-kal nagyobb teljesítményű tápegységet válasszunk, mint a ledszalagunk maximális kihajtható teljesítménye. Ez biztos jött volna, Há, konnan, de nem. meg így is jönni fog. Sziasztok! Sziasztok!